Sziasztok! Üdvözlünk titeket itt a csatornánkon! Ebben a videóban egy Kelvin Klein cipőt fogunk nektek bemutatni, ami az About e You érkezett. Hát ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy ugye nagyon-nagyon kevés százalékba lehet esetleg azt mondanunk, hogy az About e valami nem úgy érkezik meg, ahogy a te szájzet szerint ezt szeretnéd. Ezzel sincsen probléma, de azért ezt a kenyeres dobozt én ezt nem szoktam előnybe részesíteni. Ez a cipő amúgy már nem kapható az ebolytyú felületén, ahogy én tudom nagyon le volt ez is értékelve, még valamikor nyár elején, de megcsúsztunk vele egy picit, hogy ezt bemutassuk. Most jött el az idő, ugye ez egy ilyen, inkább egy ilyen téli cipőnek mondható majd. Hát megmutatom nektek ezt a kis kenyeres dobozt, ebbe jött meg annó, ebbe a kis papír dobozba. Itt rajta van ugye, hogy ez a SNAKER kódszám, sorszám. Valószínűleg tartom, hogy amúgy ezt a cipőt valaki visszaküldhette, avagy valahogy úgy maradtak meg, hogy nem volt nekik megfelelő dobozolás, bár egy Kelvin Klein dobozt azért szívesen megnéztem volna én is, meg azt az ember újra rakja el, ugye, hogyha van egy kisebb hely a sarokba, ahova berakod a cipőket dobozba, hogy ott látszik, hogy ez a Kelvin Klein doboz, és akkor azt mondod, hogy tudod, hogy van egy ilyen cipő, de ez a kenyeres doboz azért nem mond túl sok mindent, ha csak fel nem írod magadnak hogy Kelvin Klein, így ahogy kimondott. Na de lássuk, mi van a dobozban. Lehúzzuk ezt a felső részét, ezt a kis valamit. Amúgy nagyon jó akció volt az ebbe, junk, leak a bautyunk, tehát le a amennyi, ez ez a cipő került. A pontos összeget ne mert nem tudnám megmondani, de valami brutális jó akcióba volt. Úgyhogy annyiért egy ö, teljesen bőr téli cipő, hát még a doboz ellenére is azt tudom mondani, az hogy, hogy, hogy nagyon megértem. Milyen megnézem, ha lehet, hogy ebben még benne van a kis papír, a visszaküldési papír, hogy ez mennyibe is került ez a cipő. Igen, hát ha jól látom, akkor 20 ezer forint volt, és egy olyan 60 ezer forint környékéről volt leértékelve, viszont egy teljesen bőrtéli cipőről beszélünk, aminek most jött el az ideje, ő lenne ez a Kelvin Klein cipő, és kommentár nélkül így meg fogom nektek mutatni a kamerának, hogy hogy néz ki. Fényviszonyokban még egyszer mondom, nem biztos, hogy így vissza tudjuk adni, azért így ősz, illetve tél közelettével már kín elég hamar sötétedik, úgyhogy a fényviszonyokat így tudom megoldani, hogy nappali fényviszony ellenére is nem olyan erősek a. Amúgy így, ahogy nézem a kamerát, illetve a cipőt, ez egy ében fekete cipő, tehát ez teljesen fekete. fekete. Tehát ez szép fekete. Uh, így te láthatod, hogy esetleg itt ez a rész eltérő a cipő felső részének, hogy itt a cipőfűző átvezető nyílásoknál megerősített uh, velúr az eltér színezetbe, de amúgy nem. Tehát ez egy teljesen fekete cipő. így néz ki kommentár nélkül. Ez a kis Kelvin Klein cipő, ugye, hol magába hordozza a Kelvin Klein védjegyeit, ez a cipőfűzőre ilyen sznékerektől megszokott módon. Van egy fémdarab, darab, ami negatív lenyomattal benne van, egy Kelvin Klein, azt láthatod itt az elején, csak annyira csillog, hogy keresnem kell a pozíciót, ahol esetleg olvasható. Így láthatod, a nyelvén van egy Kelvin Klein festett rész, sarok részen szintén bőr alapon. Festve a Kelvin Klein felirat. Egy negatív lenyomat, és az meg van színezve fehérre, valamint itt a gumírozott részben is negatív lenyomattal látható, két helyen is talpon, illetve sarok részen. A cipő maga amúgy még egyszer mondom, az teljesen, ugye ez eredeti bőr, tehát velúr, velúrozott anyag, a cipőfűző átvezető nyílásokon is láthatod még a Kelvin Klein logót. Amúgy így, ahogy belenyúlok, nagyon, nagyon jó, nagyon prémium, tehát nem az a, az a nem is tudom, az a vad, az a vad műérzés, amikor belenyúlsz a cipőbe, és egyes -egy cipőkben mondjuk, ami nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy a Kelvin Klein most mindenféleképpen minőségig jár, de azért ezért a pénzére elvárható minőség. Én ezt érzem, ahogy belenyúlok a cipőbe. Ez a prémezés, ez, ez valami nagyon finom anyagból van, és kellemes, tehát nem gondolnám, ha esetleg ezt felhúzod, akkor vannak ezek a azoknik ugye, amit télére ajánlanak, hát én nem ajánlom senkinek, mert az minden csak nem meleg, legalábbis ez az én véleményem, egy jó pamut zokni többet ér, ez a, pré, ez a prémezés, ez nagyon finom, ez, ez egy nagyon maximálisan meg vagyok ezzel elégedve, a talp az így belülről azért vastagabb, tehát körülbelül itt van a talpnak az alja, tehát a műanyag talprés ami varva van a cipőhöz, a cipő alsó, vagy a felső és a talprésze az össze van varva amúgy, az picit magasabban van, mint amit kívülről látsz, úgyhogy ebbe sem fog olyan hamar fázni a lábad egy ilyen típusú cipőbe, valamint maga az, hogy ilyen zárt bőr az egész, hát a hideg fog olyan hamar bejutni bele. Úgyhogy én azt mondom, hogy így típusra, minőségre, ízlések és pofonok amúgy, de ez nagyon hasznos ez a cipő télére, mindenféleképpen. Nem egy nagy bumszli darab, egy pofás kis csinos cipőnek mondanám, a szint mondom azt ne nézd, nem mérvadó, így a kamerán, ahogy visszadja legalábbis, amit én így látok, ugyanis mondom, ez egy, ez egy gyönyörű szép fekete cipő, úgy ahogy van. Nyilván ehhez kell egy velúr kefe, amivel, vagy egy velúr ápoló, amivel lefújja a cipőt és kezelni tudod, hogy az élettartalma mindenféleképpen hosszabb legyen, de ettől függetlenül mondom, kiváló anyagokból van, tényleg látszik rajta, hogy minőségi darab, télére szerintem kiváló, és valószínűsítem amúgy, hogy sok dologgal lehet majd párosítani, nyilván ez még nem történt meg, de már lassan eljön az ideje, úgyhogy erről a Kelvin Klein cipőről körülbelül ennyi az, amit én be tudok nektek így mutatni, a egyetlen egy kivétel, ugye, amit mondtam, ez a maga a dobozolás, amin meglepődtem, nyilván ezen árérték arányba még annyira nem is tudunk meglepődni, bár én erre szoktam mondani, hogy esetleg jó lenne azt oda úgy írni, vagy feltüntetni, hogy pótdobozban érkezik, mert nem abba fog jönni, mert esetleg, hogyha ez egy ajándék lett volna, nyáron nem télicipőt cipőt vásárolunk, de mondom az ár, az nyilván elfogadtam az érvelést, hogy ez egy télicipő, cipő, megfelelő anyagokból nagyon jól néz ki, ha tetszik is, az a lényeg az adott illetőnek, és azt mondja, hogy ez neki mindenféleképpen jó, utána kézbe vesszük, valóban egy minőségi cipőről beszélünk, úgyhogy ez a 20 ezer forint egy teljesen bőr cipője mindenféleképpen jó volt, főleg egy olyan 60 ezer forintos, hát, hogy 55-60 ezer forint környékén volt, nem akarok hülyeséget mondani ebből az árból, de azért az egy igen jó akció volt ismételten, és megint az ebautyú, érdemes ott nézelődni, ha akciók vannak, Ennyi erről a cipőről, Hogyha tudtam nektek segíteni, tudtunk nektek segíteni ezzel a kis rövid videóval, a kelvünk láncipő tekintetében, annak mindenféleképpen örülünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, megnéztétek ezt a videónktól. videónkat is, jó videozgatást nektek, sziasztok!